Szeretettel köszöntöm Önöket, Köztér című műsorunkat látják. Adásról adásra igyekszünk Önöknek bemutatni az egyes választókerületeket itt Székesfehérváron, és a mai adásban eljutottunk a 10-eshez, azaz Felsővároshoz, akinek önkormányzati képviselőjét köszöntöm a stúdióban, Földi Zoltánt köszöntöm szeretettel. Jó napot kívánok, Szilvia! Hát nagyon sok mindenről lesz, mit beszéljünk ebben a műsorban. Ez egy nagyon nagy városrész Székesfehérváron, és ön már több mint 10 éve elvállalta a képviselői feladatokat, és újra és újra megválasztják. Honnan jött az ötlet, illetve a gondolat annak idején, hogy képviseli a felsővárosiak érdekeit? Hát ez valóban nagyon régi történet, és hogyha végig gondolom az eseményeket, az események tárházát, akkor egészen 2002-ig kell visszanyúlnom, amikor 2002-ben bekerültem felsőváros vérkeringésébe, és az a civil szakmámból eredendően a 2002. szeptemberében lettem a felsővárosi általános iskola igazgatója, és töretlenül azóta is 19. éve ezt a civil hivatást űzöm, és azt a széket tulajdonképpen elfoglalom és irányítom, viszem az iskola ügyes-bajos dolgait. És 2002-től 2010-ig az a 8 év, amikor csak kvázi igazgatóként működtem, szerepként vállaltam magamra a felsőváros életéből azokat a pillanatokat, akkor egy évről évre megfogalmazódott bennem az, hogy szeretnék a közéletben még egy kicsit tevékenyebb lenni, egy kicsit többet szeretnék tenni a közért, és nem csak a gyerekek, nem csak az ifjú nemzedéket szeretném egy kicsit fésülgetni, egy kicsit boronálgatni, hanem talán a felnőttek világában is megmérettetném magam. Ha olyan történelmi nagyságokat mondok Felsővárosban, amire a régi öregek is emlékeznek, Lauber Benedek Kanók úr, akivel már annak idején 2002-2003-ban is beszélgettünk erről, hogy hát Zolikám, nem lenne kedved majd a későbbiekben, amikor már egy kicsit itt megmelegszel és megismernek a népek, esetleg valami közösségi szerepet betölteni. És akkor ezek a mondatok, ezek a gondolatok formálódtak bennem, értek bennem, és 2010-ben megfelelő segítséggel tulajdonképpen elkezdődött ez a fajta élet, ez a fajta tevékenység is itt az életemben. Ez most már akkor több mint 10 év távlata. Milyen elvek mentén űzi ezt a fajta képviselősködést? Hát egyrészt azt gondolom, hogy mindenképpen szükség volt arra, hogy feltérképezze az ember az itt élők gondolkodását, életvitelét, életmódját, arra mindenképpen nagy szerepet, hangsúlyt helyezek. Másrészt azért pedig nagyon fontos ezt kijelenteni, mert én nem élek Felsővárosban, életvitelszerűen, amit élek a családommal, és nekem az a fontos, ami az itt élőknek fontos értelemszerűen. És egy kicsit feltérképeztem a gondolatokat, egy kicsit feltérképeztem a véleményeket, ki mire helyezi a hangsúlyt, és ezek után fogalmazódtak meg azok a gondolatok, hogy mégis milyen utcákban, milyen a városrész mely térségeiben mik élvezzenek prioritást, és körülbelül ezeknek a gondolatoknak a mentén induljanak el a fejlesztések. Kicsit határoljuk be Felsővárost, hogyha valaki nem tudná pontosan, mert a laikus számára szerintem egy kicsit kisebb területről van szó, mint egyébként valójában. Így van, tehát a Felsőváros azért jóval nagyobb területre nyúlt. A mai napokban, a napjainkban a Felsőváros az tulajdonképpen a fürdősor, a nyugati határ, ez a Tóparti gimnázium, ha így egy kicsit nagyobb könnyebbség, és végig szépen feljövünk, tehát az elkerülő út veszi közre, másik oldalról pedig a Berényi út, és tulajdonképpen ez a Felsőváros egy nagyon picit belenyúlik a Pesti Spincékbe a Centó utcáig, de ez már csak tényleg egy pár utca, és ez a szelet tulajdonképpen itt ez jelenti Felsővárost. Ebbe ugye Fecskepart is beletartozik. Fecskepart és a Királykút lakónegyed, két egy kicsit kicsi, vagyis egy kicsit nagyobb és egy kicsit kisebb lakótelep. Az összes többi település szerkezet szerint az családi házas övezet. Kertvárosi, mondani, kertvárosi, hogy, igen. Hogy többnyire tehát, kertvárosi, illetve családi házas övezet, de vannak lakótelepi részek is. Igen. Milyen különbségek, milyen problémák adódhatnak hát aféle problémák adódhatnak közöttük, hogy amit a lakótelepiek szeretnek, vagy a lakótelep maga szeretne, teljesen más a dinamizmusa, teljesen más az életvitele az ott élőknek, és teljesen más a családi házasoknak. Természetesen a lakótelepiek szeretik, hogyha az első körben a parkolók rendben vannak, szeretik, hogyha hulladékgyűjtő edények rendbetartása megtörténik, és tényleg az a legfontosabb, hogy a körülöttük lévő zöld szigeteket karbantartsuk, rendbe tartsuk, és ők erre helyezik a hangsúlyt, legfőképpen
A családi házas övezetek azok már teljesen más, ők természetesen a járdákra fókuszálnak, sokkal inkább a vízelvezetésre. Ez egy komoly probléma Felsővárosban, és ezt ugye nap mint nap, évről évre próbáljuk megoldani. A vízelvezetés problémáival küzdünk, az úthálózat, az utak állapotára fókuszálnak, és ami pedig így közös nevező lehet, azok pedig a játszóterek, a közösségi terek. Ezt mind a családi házasövezetben élők, mind pedig a lakótelepen élők fő-fő gondolatként, prioritásként kezelik. Egyébként az alatt, az időszak alatt, hogyha egy picit visszagondolunk még a képviselősködés előttre, és azóta, hogy mekkora fejlődésen ment át Felsőváros, mi az, ami elmondható? Nagyon sok minden elkészült. Természetesen azt gondolom, hogy itt 2010 előtt az összes képviselő, aki előttem végzett munkát, akár évtizedekre visszamenőleg, én azt gondolom, hogy már benne vagyok ebben a szerepkörben, immár 11. éve. Ez egy emberpróbáló feladat. Az emberek nem tudják azt, hogy saját magukkal is milyen nehéz dolgozni. A napokban, a mindennapokban meg kell tudni érteni mindenkit, és mindenkivel szót kell érteni. Sokszor van az, amikor kvázi, ha szabad így fogalmaznom, néha a polgároknál elgurul a gyógyszer, valós vagy vélt okok miatt, teljesen meg kell őket érteni, el kell fogadni az indulatokat, el kell fogadni néha a haragvásokat, és ezeket helyén kell tudni kezelni. De még egyszer hangsúlyozom, ez emberpróbáló feladat, tehát ezt azért meg kell tudni oldani, le kell tudni kezelni, és természetesen a legfontosabb végeredményként segíteni kell az embereket a mindennapokban is, a kéréseiket, hát többé, vagy talán kevésbé, de az ember teljesíti. És éppen ezért szerettem volna, ahogy a mondatomat kezdtem, az elmúlt évtizedek összes képviselői előtt megemelem a kalapom, mert én is megtudtam, hogy ez egy milyen feladat, ahogy ebben benne vagyok 10. éve. Van egy alapvetésem, amit nagyon szeretek hangsúlyozni, arra nagyon figyelek ebben a 10 évben, hogy nem szeretek hazudozni és mindenfélét kitalálni, mert másnapra elfelejtem, mit mondtam, és nagyon szeretek az emberekkel korrektül és egyenesen beszélni, még akkor is, hogyha valami nem sikerül, vagy valamit nem lehet megoldani. Hát, ha elkezdem ezt a kis tortát, ezt a felsővárosi tortát felszeletelni és darabokra szedni, akkor talán elkezdhetem a keleti csücsökből, az Oncsatelepről, ha elindulok, én azt gondolom, hogy közel 6 kilométernyi járda készült el. Álljunk is meg egy pillanatra, bocsánat, hogy közbeszólok, az Oncsatelep elnevezésről. Hát, ha nem tudja valaki, hogy hol, milyen utcák határolják. Hát röviden talán csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy országos program volt, és akkor különböző családok telepítését végezték, és tulajdonképpen ez egy mozaik szóból állt össze, és tulajdonképpen itt ilyen gyors házakat építettek fel, kis apró házakat, és itt helyeztek el olyan szociális problémákkal és gondokkal rendelkező családokat, akiket itt annak idején letelepítettek. Ez a építési stílus, ez behatárolja magát a városrésznek ezeket az utcácskáit, mert rendkívül pici telekek és viszonylag kicsi, szerény ingatlanok, de ettől függetlenül már itt is arculatváltás történik, nagyon sok fiatal költözik az Oncsatelepre, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy nagyon szépen csinosodnak az utcák, nagyon szépen csinosodnak a magánporták, úgyhogy tulajdonképpen már azt a fajta gondolkodást, azt a fajta építészeti stílust már elvesztette maga az Oncsa, és hát tulajdonképpen hát egy kicsit olyan negatív, vagy kicsit olyan pejoratív is lett ez az Oncsa kifejezés, és tulajdonképpen már teret is vesztett. Ez már csak így igazából a felsővárosiak között működik ez az Oncsatelep. Nem is nagyon szoktam úgy igazán használni már magát a kifejezést. És hát ebben a városrészben, ha folytathatom, akkor itt az Agyag utcában, a Hajnal utcában, a Mester utcában, a Szövetség utcában több kilométer, tehát majdnem 6 kilométer hosszúságú járda készült el, útszakaszok készültek el, vízelvezető árkok készültek el, a Munkásépítő Munkás utca között rendbe tettük annak idején a játszóteret, és teljesen azt mondom, hogy konformitással működik a játszótér. A szomszédság megelégedésére is, mert azért annak idején voltak ebből kellemetlen szituációk, problémák, de azt gondolom, hogy sikerült megoldani. Ha egy kicsit északabbra lépek, akkor az izraelita temetőnek a gondnoki lakását bontottuk el. Áldatlan állapotok voltak, ha erre még visszaemlékszik valaki. Gyönyörű parkolót építettünk, ott a közlekedés irányát megváltoztattuk a lakók kérésére, igényeire. Az Így és Ligetben egy kis korszerűsítés történt, de főleg a növényzetre gondolok. Itt komoly feladatok vannak még előttünk, hogy azért itt rendbe tegyük ezeket a folyamatokat.
Aztán, egy kicsit lejjebb jövünk, és egy nagyobbat ugrunk, akkor az Attila utcában tevékenykedtünk, egy teljes úthálózat, szerkezet készült el, szennyvíz, csapadékvíz cserével, faltól falig készült el az utca, tehát ez kvázi a járdákat jelenti. A Berény útról ne is beszéljek, ami ugye Felsővárosnak egy fontos eleme, pályázati pénz útján készült el, ugye a város óriási támogatásával, de azért mégiscsak a Felsővároshoz tartozik egy megfelelő forgalmi renddel. Én azt gondolom, hogy az is talán már mindenki megelégedésére szolgálhat. Igen, ez lett volna a kérdés, hogy milyen a várakozásoknak megfelelően beváltotta a reményeket? Hát ebben az emberek olyanok, hogy járt utat járatlanén el ne hagyj, és az emberek, ha valamit megszoknak 10-20 év alatt, borzasztó nehezen váltanak. Ha magamból indulok, én is ugyanilyen vagyok, tehát én azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy ember sem kivétel, és hát nagyon szkeptikusak voltak az emberek, idősek, fiatalok egyaránt, hogy kihajtósávok, lehajtósávok, hogy fog ez működni, maga a biciklisáv is eléri a funkcióját, eléri a célját, tehát nagyon sok morgolódás volt, legyünk őszinték, azért tegyük a kezünket a szívünkre, de én azt gondolom, hogy ez mostanra már beállt. Elfogadták az emberek, és hát azért lássuk be, ez, ha szabad ilyen nagyképűnek lenni székesfehérváriként, azért a Berényi út az egy sugárútja Fehérvárnak, Székesfehérvárnak, és hát azért itt nagyon nagy forgalom lebonyolítása működik, de én azt gondolom, hogy a körforgalmak is működnek. Igen, egy kicsit türelmesnek kell lenni, igen, a sebességhatárokat be kell tartani, anélkül nem megy, mert hát tényleg nem lehet végig száguldozni, de hát olyan hatalmas áteresztő képessége van a Berényi útnak. De én ettől függetlenül mégis úgy látom, hogy az útra föl lehet hajtani az alsóbb rendű utakról Felsővárost érintően, és hát lehajtani pedig hát mi sem könnyebb ennél értelmszerűen. Akkor menjünk egy picit tovább. És hogyha tovább fűzzük, igen, a gyöngyöket tovább fűzzük a nyakláncra, akkor már is hip-hop lent találjuk magunkat esetlegesen a Csutora utcában. A Csutora utcában is egy vízelvezetési problémát oldottunk meg, amely most már az A00-as nagy gerincre tulajdonképpen ráköttetett. Az A00-as nagy gerinc is ugye a Kertalja utca 16 szám alatt elhíresült tájházi ingatlan alatt most már bevezetődött, tulajdonképpen itt a főgerinc feljött egészen a Koppány utca, Csutora utca sarkára, és hát onnét majd el kell, hogy induljon a fölfele egészen a Koppányon, a Tompán, és egészen fel az Asztalos közön, egészen az Agyag utcáig ez majd. Hát ez a következő éveknek a feladata lesz, hogy ez a csapadékvíz elvezetés ez megoldódjon, és tényleg azt gondolom, hogy mindenki megelégítésre szolgáljon. Most még azért bőven van morgás, de hát mindig azzal nyugtatom az embereket, hogy előbb-utóbb most már talán ez is elindul, és akkor talán ez is megoldódik. Aztán a Csutora utcából pillanatok alatt leérkezünk a Királykút lakónegyedbe, az első lakónegyedbe. Hát itt a belső nagy parkolót aszfaltoztattuk, ez közel 100-120 autó parkolására ad helyet. Aztán a második szelvénye is elkészült az útnak, a belső útnak a lakónegyedben, ami tulajdonképpen a Mikszáth-Kálmán útról jött be a Nagyöbölbe. És a harmadik szelvény sajnos erre az évre vártuk, de ez most megállt, mert hát a járványhelyzet, a járvány költségvetése, ahogy az egész országban sajnos az elhíresült, ez most gátat szab ennek a törekvésnek, és ez a harmadik szakasz, ami tulajdonképpen a belső Y-tól megy ki a Cserkész utcára, ez a szakasz marad el. Tehát ez útfelújítást jelent, és itt is lesznek újabb parkolók? Útfelújítást jelent, és egy Srevizavé parkolóást jelentene majd, egy belső kis átrendezéssel, egy kis játszótér csökkentéssel, egy rózsák áthelyezésével, egy kis virágos rész áthelyezésével, ha szabad így fogalmaznom, akkor ez tulajdonképpen mindenkinek megelégedésre szolgál majd. Hát sajnos most meg kellett nyugtatnom a Királykút lakónegyedbelieket, hogy ez egy kicsit elmaradt, ez egy kicsit most várat magára, de majd utolérjük magunkat, remélhetőleg a következő években. Aztán hip-hop, ha ugrunk egyet, már is ott vagyunk a Szent Sebestyén Parkba. Erre nagyon büszke vagyok. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évvel ezelőtti időszakra, amikor ez a park elkészült, én úgy gondolom, hogy rendkívüli módon impozánssá kiemeli a templom környezetét, őt megillető módon. Én azt gondolom, hogy sikerült tényleg azokkal az antik világítótestekkel, bútorokkal, parkbútorokkal ellátni ezt a parkot, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki arra sétál, vagy arra jár, akkor biztosan kell, hogy vonzza a tekintetés, és biztosan kell, hogy vonzza az érdeklődését legalább egy perc erejére, hogy magát ezt a kis parkot megcsodálja, vagy megnézhesse. Az előbb, hogy említette a tájházat. Igen. Volt szerencsém jelen lenni az átadásán. Mennyire lakta be azóta a közösség?
Hogy mi minden történik? Hát sajnos, történthet most ugye nyilván most, a vírus most, helyzet miatt így nem. Van, most valóban nem történik semmi. A tájház avatása megtörtént, és a tájház nagyon szépen elkészült a belső átépítéssel, belső falazat rendbetételével. De szép jelen, kék. Szép kék, igen, igen, nagyon sok, még Amerikából is jött a Facebookon erre, hupikék, törpikék háza, nagyon sokan nem értették, hogy ez honnét eredeztethető ez a kék, persze az a Facebook kék az valóban egy nagyon rikító kék, valóban egy hupikék, törpikék kék, és nem a valóság kékje, de ha valaki megnézi ezt a valós kéket, akkor ezen elgondolkodik, hogy akkor talán mit is jelenthet. De mindjárt válaszolok rá. Felsővárosiak nagyon sokan, a nagyöregek nagyon sokan tanácsolták, hogy felsőváros hagyományai híven a parasztházak fehérek voltak, de egy nagyon picit úgy voltam a kékkel, hogy egy picit az erdélyi mondásból következtettem, amit egy idős erdélyitől hallottam, olvastam, hogy valahol azt csábítja ez a kék, valahol csábítja a szent lelket, hogy megszálljon a portában, és egy kicsit leereszkedjen a portára. És ezért lett ez a világos kék. Nagyon sokan nem tudják, nagyon sokan nem ismerik ezt a mondást, vagy hasonlóan megfogalmazott mondásként ezt az igét. Nekem ez volt ezzel a célom. Szívesen beszélek róla, ha megkérdezik az emberek, de legtöbbször az emberek nem kérdeznek, hanem inkább csak véleményeznek. Jelen pillanatban a tájház most üresen áll, sajnos. Ugye most átalakult maga a közösségi létforma, a művelési létforma Székesfehérváron. Igazgatóváltás is történt. Ez mondjuk talán nem az én tisztem, hogy most erről beszéljek, de maga a tájház a művelési ház köreiben bekerült, és most tulajdonképpen már van gazdája, van igazgatója, van vezetője a háznak, és remélhetőleg azért, hogyha tényleg megint csak ez a nyavajás járvány elmúlik, akkor talán meg tud indulni az élet. És milyen funkciókkal fog megtelni? Sok-sok ötletünk van. Először is szeretnénk azért majd még beruházni ennek a tájháznak egy külső kültéri csürdöngölőjét, egy nyitott félszint szeretnénk létrehozni, ahol azért táncos mulatságokat is meg lehetne tartani. Belül pedig a házon belül szintén lennének olyan programok, amelyek a következőt jelentik. Lennének néprajzos tevékenységek, lennének nyugdíjas kluboknak, köröknek találkozó helyszínei, különböző szakrális rendezvényekhez, felsőváros hagyományaihoz lehetne illeszteni a különböző csoportok munkáit. Nagy szeretettel invitáltam már meg szomszédvármegyék iskoláit, hogy jöjjenek majd el, hogyha a jövő tanévben erre már lehetőség nyílik, akkor gyerekcsoportok is itt tudjanak bármilyen tevékenységet folytatni, gondolok itt bármilyen néprajzos vagy kézműves tevékenységre, tehát óvodásoknak is felhívtam a figyelmét, főleg a felsővárosi óvodának, hogy jöjjenek el, és itt nyugodtan vegyék birtokba ezt a házat. És ha a ház is, és ha ez a kültéri csürdöngölő is megtelne élettel, akkor még van egy nagyon nagy ötletünk, mert ad lehetőséget maga még az ingatlan arra, hogy hátul a kertben egy kis fűvészkert, egy kis növényzetet, egy kis kultúrnövényzetet létre lehessen hozni, és akkor oda pedig még akár a felsővárosi diákok is, vagy akár a felsővárosi hölgyek, ha van kedvük, akkor létre lehetne hozni egy ilyen kis konyhakertet, ami tényleg olyan kis kuriózumként szolgálhatna. Sok az ötlet, reméljük, hogy minél többet meg tudunk ebből valósítani. Menjünk akkor egy picit tovább. Fecskepartról nem sokat beszéltünk, az is egy lakótelepi övezet. Fecskepart, mindig azt mondtam, hogy talán Fecskepart Székesfehérvár lakótelepei között az icipici kis ékszerdoboz, bár lehet, hogy az ott élők nem mindig látják így. Nagyon-nagyon sok apró dolgot tudnék mondani, a járdáktól a korlátokig, a házak előtti térkövezésig, rengeteg ilyen apróságot megcsináltattam a különböző lakótelepi házak előtt, és hát most éppen talán a legutolsó a Móri út 38-as, ami még várat magára, és még ott van olyan segítségkérés halmaz, amit majd teljesítenem kell, de talán ott Fecskepart nagyon szép, nagyon elegáns, ott a buszfordulót kellene majd rendbe tennem, illetve a feljövő Móri útról feljövő kis makadám, ilyen betonlapos utat kellene majd rendbe tenni, ez nagy igénye és kérése az ott élőknek, remélhetőleg, hogy a következő években is ez is elkészül. Talán még arról tudnék beszámolni, hogy parkolók felfestése, parkolók rendezése, vízelvezetés, játszótér rendbetétele. Tehát sok ilyen apróság volt. Minden évben 1-2 millió forint mindig oda repül a fecskepartiaknak, és akkor mindenkinek remélem, hogy megelégedésére szolgál. De hát nincs az a
pénzmennyiség, amire lenne elég. Ezt tudjuk mindannyian. Ha már a Fecskepart, akkor Móri út, és ha már említette a Móri útet, ott milyen tervek vannak a jövőre nézve? Hát igen, a jövő. A jövő, igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Móri útiak nagyon-nagyon régen több lakossági fórumon keresztül kértek már bennünket. Polgármester úr mindig tiszteletét tette, eljött a lakossági fórumokra, sokszor elbeszélgettünk velük. Végre sikerült, külön köszönöm Varga Tamás országgyűlési képviselőnknek is a segítségét, a hathatós közbejárását, és Móri útra most egy 1 milliárd 20 millió forint nagyságú keretösszegben elindul a felújítás. Jelen pillanatban is már zajlik a munka, én mindig ezt nagyon örülök, hogy ezt elmondhatom, jelen pillanatban is tervdokumentáció, tervek elfogadása, tervek elfogadtatása zajlik, közbeszerzési eljárás, és minden, ami nagyjából ez az egész folyamat, ez az egész papírmunka lezajlik, talán ezzel nem mutatnám a kedves nézőket és Szilviát sem, de mindez, amire lezajlik, az nagyjából nyár vége, ősz eleje. És akkor az úgy látható, hogy minden az íróasztalon minden eldőlt, és minden rendben van, és kvázi, ha szabad így fogalmazni, az első kapavágás is megtörténne, és ez így 2022. márciusában fog megtörténni. Ez teljes faltól falig felújítást jelent, tehát a járdákat felújítását is jelenti, a vízcsere, tehát egyrészt csapadékvíz és ivóvíz cseréket jelenti, vízhálózat cseréjét jelenti, és hát természetesen magának az útszerkezetnek a felújítását is jelenti, és még magát az áram felújítását is jelenti, tehát az áramhálózat felújítást is jelenti. Ez az Icsi-ligeti körforgótól fog indulni, és egészen, ha jól mennek a terveink, akkor a Szentvendel közig fog felmenni. De ez is két részre van szedve. Az első rész, az tulajdonképpen csak a Móri 40-es számig menne fel. Ha viszont elegendő lesz rá a költségvetés, akkor egészen a Szentvendel közig körforgalomig fel tud menni. És hát ez a felújítás jövő év márciusában elkezdődik. Előreláthatólag 9 hónap. Nagy-nagy türelem kell mindenkitől. Hasonlóan, mint a Berényi út. Mint a Berényi út, igen. És ez az első szakasz körülbelül 9 hónapot vesz igénybe, tehát a 22-es naptári évet mindenképpen igénybe veszi. Említett körforgalmakat. Igen. Ugye ez már egy nagyon régi és nagyon sokak, tehát nagyon régi igény. Ugye ott a Szentvendel utca, ez egy olyan csomópont, ahol így reggelente délutánonként szinte lehetetlen kimenni. Így van. És egyszer már volt arra példa, hogy ott, ha jól emlékszem, akkor ott volt egy ideiglenes körforgalom, és akkor sok-sok kérdés jött. Így van. Hogy marad-e. Körforgalom illetve, lesz. Illetve, ha jól emlékszem, akkor lehet, hogy rosszul emlékszem, hanem itt igény van, bocsánat, hogy közbeszéltek. Semmiben. Hanem egy picit arrébb volt, ott az Icsi-liget környékén volt ez a körforgalom. De mind a két helyen lehet, hogy indokolt lenne. Tehát akkor körforgalom. Az Icsi-ligetnél körforgalom el fog készülni, ez a tavaszon ennek az megépítése, átépítése el fog kezdődni, és mindenképpen meg fog valósulni. Ahogy mondtam, pénzfüggvénye, költségvetés függvénye, hogy 22-ben el tud-e készülni a Szentvendel úti körforgalom. Bizonyára a lakók észrevették, hogy a Szentvendel közben volt 3 szociális blokkház, és tulajdonképpen az egyik a legelső a Móri út felüli lebontásra került. Ez azért, mert ide kell majd helyigénye lesz a körforgalomnak, a leendő, megépítendő körforgalomnak, és ezt tulajdonképpen a város azért is bontatta el, azért is került bontásra, mert ennek az a helyi igénye, hogy a körforgalom ide elkészüljön, és akkor mindenképpen meg lehessen valósítani magát a forgalmi rendet. A másik kettő pedig hát ugye eladásra került. A körforgalom el fog készülni. Reggelente saját bőrömön is érzem, hogy innét átjönni a Szentvendel utcába és átmenni a közre, és azon kívül tovább bekúszni Felsőváros utcáiba borzasztóan nehéz. Sűrű a forgalom, valóban a Móri útról jönnek be a személyek, a mindennapok feladataira, a munkába az emberek, vagy akár kifele, és borzasztó nehéz átkelni, feltétlen indokolja a kérést. Itt egy pici türelmet kérek a lakóktól, és a körforgalom elkészül, akkor utána sokkal, de sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés ebben a kereszteződésben. Igen. Nem menjünk el a Malomcsatorna Fürdő utcai közúti hídje mellett sem. Itt mi történik? Újra a másik határhoz érkeztünk, így van a körzetemet érintően, illetően évek óta le van zárva a kis csatorna híd, és hát a Malomcsatorna hídja teljes szerkezetében, talán fogalmazhatok így, hogy megrogyott, balesetveszélyes,
és erre mindenképpen szükség volt a lezárására, csak személyes átkelést lehet rajta ugye jelen pillanatban végezni. Hála jó Istennek, hogy a költségvetés tudja biztosítani azt a 30 milliós keretösszeget, hogy a híd teljes felújítása megtörténik, és ezt bátran ígérhetem ide a tópartis diákok szüleinek, akik nem feltétlen csak kvázi felsővárosi lakók és polgárok, de az egész városnak is tudom ígérni, hogy szeptember 1-ére a teljes felújítása elkészül, és akkor utána, ha minden jól megy, akkor a következő évben, a 22 évében pedig a Fürdősori utcának a pályaszerkezete is megújul. Fürdősoron most a Fürdősor 5 szám alatt elkészült a gyönyörű szép impozáns lakóház, több lakást befogadó lakóház, elvonultak a kivitelezők, az építetők, és akkor a jövő év tavaszán, vagy nagyságrendileg úgy érzem, hogy neki lehet állni, és akkor a fürdősoriak is ott tulajdonképpen egy nagy levegőt tudnak venni. Fontos, mert rendkívül balesetveszélyes az útszakasz. Fontos, hogy a híd elkészüljön, mert tényleg a fürdősoriakról egy nagy-nagy túlterheltséget levesz. Nagyon sokan járnak a gimnáziumba, és a Fürdősori utcán keresztül jövő menők hát iszonyatos forgalmat bonyolítanak most, és hát az ott élők többször megkerestek, többször megtaláltak. Ennek a környezetnek egy nagyon fontos eleme még, ami nagyon fontos, hogy a depónia kivonul, elköltözik. Stergelgold vezérigazgató úrnak mindig meg szoktam veregetni a vállát, hogy annyira szeretem Tibort, mert egy rendkívül úri ember, és mindig kiváló a kapcsolatunk, de most örülök, hogy elköltözik. Ha szabad így viccesen mondanom, és talán hát nem ez a lakóknak azért így van, talán fontos. Nem orról meg rám. Ő mindig próbált arra odafigyelni az elmúlt években is, hogy a lakóknak egy bizonyos szinten nyugalom legyen, lakópihenet övezetként tudják élni a mindennapjaikat, abszolút partnerként próbált igazgató és csapata meglenni ebben a környezetben, de ők is nagyon jól tudták, hogy ez előbb-utóbb egyre nem kivitelezhető, mert azért ezeknek a hatalmas munkagépeknek azért van egy alapzaja. El kell indulni, délután meg kell érkezni, ez ezzel jár, de elmondhatjuk, hogy akkor ez év őszén kivonulnak, és a géppark elköltözik. Az irodaház valószínűleg lehet, hogy még marad egy évig, de hát ez azt gondolom, hogy legkevésbé nem zavarott már senkit sem. És akkor így várhatóan az a fajta városi beruházás is el tud kezdődni, amit polgármester úrral már évek óta tervezünk, hogy akkor a depónia területére egy több száz személyautót befogadó parkoló meg fog tudni épülni, és akkor a Malom utcában is tudnak majd, a Malom utcában élők is akkor könnyebben tudnak majd parkolni, illetve a gimnáziumokba érkező szülők nem terhelik agyon az ott élők mindennapjait és délutánjait, főleg amikor egy délutáni szülői értekezletre gondolok, és sokan érkeznek autóval. Sok mindent említettünk, és most már adásunk vége felé közelítünk, beszéltünk tervekről. Ebben a ciklusban még esetleg milyen olyan terv van, amitről nem beszéltünk? Hát sok minden sajnos, én már harmadszor, de ígérem, hogy utoljára fókuszálok erre a mondatra, hogy sok mindent most ugye nyilvánvalóan az a járványköltségvetés megakadályoz, és sok mindent megállít, de nyilvánvalóan a polgármester úrnak megvan az a feladatköre, hogy sok mindent teljesítenie kell, sok mindent segítenie kell, és nekünk ezt pedig azt gondolom, hogy politikus társainak tudomásul kell vennünk, és egy kicsit most szerényebben kell gondolkodni ebben a naptári évben. Én azt gondolom, hogy ezt mindannyian Fehérvár polgárai és lakói is kell, hogy megértsék, és én azt gondolom, hogy meg is értik. Ettől függetlenül azért a Sára Gyula program folytatódik, és minden városrész egy megfelelő összeggel tudott sáfárkodni. Jelen pillanatban a Felsővárosban egy 25 milliós költségvetéssel a Királykút tövébe, a Forgó utcára elkészül egy 11 parkolóhelyes autóparkolóhelyes, talán így akkor most ebbe belebonyolódtam, parkoló, és az egy gyalogátkelő helyen és megfelelő közvilágítással megáldott helyszín lesz, és ellátott helyszín lesz, és akkor ez egy kicsit segíti a parkolási lehetőségeit a királykutiaknak, illetve egy nagyon icipici szelet pedig a Kertalja utcában a járda felújításban fog elkészülni, ez pedig a Forgó sarkáról indul el, és egészen a Kertaljának a páros oldalon is a Kertalja 16-ig fog felszaladni, és itt egy nagyobbacska járdaszelvény elkészül teljes szerkezetében bontásra ítéltetve, aztán pedig újjáépítve és aszfaltozva. Ezen kívül még, ami régi vágya, és hát ez már egy 4-5 éves ígéret, de most már nagyon, mint a régieknek körmünkre égett a gyertya,
ezt teljesíteni kell, ez pedig a Tompa Mihály utcai gyalogátkelőhelyek. Kettő gyalogátkelőhely fog elkészülni, az egyik a Barátságligetnél. Egyrészt a kecskeméti Gödör utcában élők, Hajnal utcában élők biztonsággal tudjanak átkelni. A másik gyalogátkelőhely pedig a Tompán el fog készülni, a Koppány utca sarok Tompa Koppány sarkán fog elkészülni, a már az előbb elhíresült oncsatelepiek könnyebben tudjanak átjönni, és ezekre a gyalogátkelőhelyek nyilvánvalóan a felfestés, az előjelző táblák, a megfelelő megvilágítás, tehát ezek is itt el fognak készülni. Ezen kívül pedig hát rendelkezünk egy icipici kis pármilliós képviselői kerettel, és ezek pedig különböző helyszíneken való tűzoltással fogok szolgálni. Például jelesül éppen jövő héten húsvét utáni szombaton fogunk menni a fecskepartiakkal megint az elkerülő melletti kis parkerdőjüket kipucolni. Természetesen maszkban, kesztyűben is, 3 méteres csatárlánccal, távolsággal egymástól, nem elbagatalizálni akarom, de fogunk menni és kitakarítjuk az erdőt. Hát pár éve megtettük, de sajnos mindig vannak olyan személyek, vannak olyan illetők, akik sajnos szemétlerakónak tekintik ezeket a zöld szigeteket, és ilyen és ehhez hasonló feladatokkal pedig feltalálom magam a közösségi lét formálásában, úgyhogy nagyjából ez vár még ebben az évben ránk. Aztán persze, ha a májusi zárszámadás esetlegesen sugal vagy sugalmazhat majd egy kis felszabadult összeget, amit majd polgármester úr nyilvánvalóan el fog számunkra mondani területi képviselők számára, akkor lehet, hogy egy icipicit másképp gondolhatjuk a kabátot, a zakót, a mentét, és még nem tudom, akárhány ruhadarabot felsorolnék, de ezzel most óvatos véleményt fogalmaznék meg, ez majd a későbbiekben, vagy majd annó május végén terülhet ki. Akkor van még mit tenni. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban a munkájához. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy ezt mindezt elmondhattam. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Földi Zoltán, a 10-es választókörzet képviselője volt a vendégem. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!